A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, a Hello Mizu legújabb adását vesszük most föl, és most már ezt önök is láthatják majd a következő pár percben, ami nagyjából 50 perc lesz, erre fölhívták külön a szerkesztők a figyelmemet, kíváncsi vagyok, mennyire fogom tudni ezt tartani. Kiváló beszélgető partnereim lesznek ma is, Zsófia, Gábor, Szilvi, János és jómagam fogunk beszélgetni. Annyit talán elmondanék, hogy Keller János azt tette föl kérdésként az adás előtt, hogy ez egy komoly műsor-e. Én ezt nehezen tudom eldönteni, főleg annak tükrében, ahogy a bevezető kis promós filmen Szilvivel eljátszottuk azt a jelenetet, hogy akkor derül ki, hogy ma én leszek a műsorvezető. Na most ebben annyi kis csavar van, hogy a műsor előtt pár perccel szembesültem azzal, hogy valóban ezt beszéltük meg valamikor tavasszal, úgyhogy most teljes improvizáció lesz ez a műsor, de annál nagyobb szeretettel vágunk ebbe bele, már csak azért is, mert talán mondhatom azt, hogy az adások alatt is, és egyébként is jó barátok vagyunk, jó ismerősök, úgyhogy szerintem egy nyárvégi, ősszelei beszélgetésnek egészen biztos, hogy semmilyen akadálya nincs, témainség pedig egészen biztos, hogy nem fordult elő ebben a körben, de azért mi legyen az első kérdés, nyilván a nyárra vonatkozna. Na most nem azt tenném föl számotokra, hogy mi volt mondjuk a nyár legszebb pillanata, vagy legnehezebb pillanata, vagy mennyire és hogy viseltétek a meleget, hanem inkább, hogy tudtok-e egy olyan momentumot mondani, amit ajánlanátok a kedves nézőknek arra, hogy mondjuk a következő nyáron próbálják ki. Legyen az egy program, legyen az egy hely, legyen az egy pillanat, egy érzés, bármi, ami nektek egy kicsit összefoglalja ezt a nyarat, de nem csak személyetekben fontos, hanem úgy érzitek, hogy megosztanátok azt a közönséggel. Ki kezdi? Átadom a lehetőséget. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm a kedves televíziónézőket, és téged is, András. Nagyon nehéz kérdést tettél fel, hiszen tényleg számtalan pillanat, esemény, program történt velem is a nyáron, de hogyha muszáj kiemelnem egyet, az mindenképpen az lenne Székesfehérvár királyi napok. Ugye ott 3 napon keresztül kint vagyunk a forgatagban Váradi Esztersár kolléganőmmel, Mérivel, Ballér Biancával és Rovó Tamással, és azok a találkozások. Tehát minden nap volt a 3 nap folyamán olyan minimum 1 perces találkozás, ami biztos, hogy örök emlék maradt számomra. És az érdekes az, hogy ne arra gondoljatok csak, hogy ez színházzal kapcsolatos téma, hanem a hétköznapok. És azt gondolom, hogy erről sokszor beszéltünk már, hogy az apróságokban rejlenek a csodák, ugye? Erről beszéltünk. És hogy én éltem meg ilyen csodákat. Egy kedves köszönömmel, egy kedves gesztussal, egy élménnyel, amit megosztott velem egy kedves néző. Nem is feltétlenül arról az előadáson, amiben én játszottam, vagy hogy éppen mi történt a családjával, és úgy érezte, hogy nekem ezt fontos elmondania. Tehát én mindenképpen kiemelném, és ez vesszőparipám lett azt hiszem az elmúlt években, hogy a kommunikáció. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy beszélgessünk, és talán ez a műsor is arra is jó természetesen, hogy komoly témákról is beszélgetünk, de hogy beszélgetünk, és hogy fordítunk egymásra 50 percet az életünkből, ami elengedhetetlen. Úgyhogy én mindenképpen ezt emelném ki. Jóslás? A jóslás nagyon nehéz erre röviden válaszolni, ugyanis ugye 8 évig volt egy bizonyos forma, hogy nem ismerem kimondani most már nyilvánosan, hogy hogyan történt ez a jóslás, az idén ez megváltozott, ezt adáson kívül majd elmesélem nektek mindenképpen. Azt szerintem kell jósolni nekünk, tehát hogy ne csak mesél majd, tehát hogy adáson kívül. A városnak valamit jósoltatok? Nem, mert ugye ez az a lényege mindig, hogy a személynek, aki odajön, tehát neki, de ez nagyon fontos, és most is kihangsúlyozom, ez egy játék. És nevettek ezen, de nagyon-nagyon sok ember komolyan veszi, és mit tudom én, volt egy olyan jóslat, hogy következő hónapban nagy szerencse ér, és akkor volt egy ember, aki elővette a mobilját, és beírta a dátumot, hogy akkor most várja ezt a következő hónapot. Volt olyan, akitől kaptam az előző évadban
évadban, előző évben mit jósoltam és nem jött be, volt akinek bejött, de ez egy játék, tehát tényleg ez egy nagyon-nagyon kedves játék, és tényleg a, most a 8-9 év alatt olyan szinten megszerették a székesfehérváriak, hogy tényleg ezért jönnek oda. De hát azért az fontos tudni, hogy színészek vagyunk, és nem jósok. Mindenesetre szerintem a Királyi Napok jövőévi promóciós anyagát is hallhattuk. Mindent összefoglalt Jánosom, igazán fontos ebben a közösségi eseményben. Szilvi, neked mi a fontosabb, amit kiemelnél így a nyárból? Hát lehet, hogy fontos, illetve folytatom ezt a sort, amit elkezdett a Jani, mert hogy nekem nagyon fontos az, hogy részt tudok venni a különböző rendezvényeken, és részese lehetek, és hogy tényleg ott lehetek. Tehát, hogy nem is az, hogy konferálok rajta, hanem, hogy ott lehetek, és én is átélhetem ezeket az élményeket, és ezt tudnám ajánlani mindenkinek, hogy a legtöbb helyre menjen el tényleg, ahova szeretne, akár a Jani előadását is mondhatnám egyébként ebben, mert ugye nyáron részt vettünk, és nagyon-nagyon... Most miért nézel rám így? Gábor, nem akartam beárulni, igen. Volt egy ilyen restanciánk, ugye én azért korábban nagyon-nagyon sok előadásodat láttam, de most elmentünk az anyukámmal például egy másik előadásra is, és aztán most megígértük egymásnak, hogy ezt most már rendszeressé fogjuk tenni, mert nem csak azért, hogy neked örömet okozunk, hanem mert nagyon sokat kapunk tőle, csak ugye mindig az van, hogy amíg a gyerekek ilyen kisebbek, meg annyi sok minden van, addig az embernek tényleg az a színház sajnos, ami a leghátrébb szorul, mert hát meg a kikapcsolódás, már bocsánat, hogy ezt mondom, de tényleg a kikapcsolódás. Meg mi ráadásul tévések, olyanok vagyunk, azt szoktuk mondani, hogy mi oda megyünk szórakozni, vagy dolgozni, ahol mások szórakoznak. Tehát, hogy nekünk ez inkább kevesebb jut ebből, ugye? Látom, az operatőr kollégám is mosolyog és helyesli ezt a gondolatot. De a másik pedig az, amit szeretnék még nagyon fontosnak tartok, és nagyon kiemelném, hogy tényleg a gyerekekkel való időtöltés. Tehát, hogy nekem az most nagyon sokat adott, hogy kétszer is el tudtam velük menni nyaralni, és hogy tényleg az időtöltés, amit nem győznek most is a mai napig meghálálni. Tehát, hogy látom azt, hogy ha kapnak élményt, az mennyire feltölti őket is, és engem is feltölt. Úgyhogy ez nagyon sokat jelent. És nem tudom, neked mi a tapasztalatod, nekem az a saját gyerekeinknél, hogy ez marad meg bennük a legtovább. Igen. Tehát nem azok a tárgyi dolgok, amiket kaptak az elmúlt évek során, hanem akár a nyári együtt töltött szabadság, akár a karácsony, mind az együttlét, azok az értékek és élmények, amik az együtt töltött pillanatokból rajtuk maradnak és bennük maradnak. Várják az iskolát? Nem. Akkor tényleg sem egészséges gyermekek és fiatalok. A következő nyaralást várják. És volt nem titok, hát a nézők is sok helyen láthattak bennünket együtt a különböző rendezvényeken, eseményeken, amit narráltál. Hogy viseltük ezt a nagy meleget? Hát rosszul. De hát nem tudunk ezzel mit csinálni, ugye? Hát azért mennyivel jobb volt, mint a vihar. Tartani. Igen. Azért az jó, hogy nem volt tényleg eső, meg nem... Hát ugye mondjuk a díszközgyűlést ezt be kellett vinni, mert azért féltünk tőle, de ettől függetlenül ugyanolyan szép volt szerintem, mint hogyha kint lett volna a téren. Hát a meleggel néha meg kell küzdeni, de hát ezt te tudod a legjobban, azért elég sok helyen megfordulsz te is. Sőt, a legtöbb helyen. Igen, és az öltöny nem biztos a legjobb viselet nyári 38-40 fokban. Meg a harisnya sem. Igen, azt hiszem, hogy igen, de ezek mégiscsak hozzátartozik a nyárhoz, hogy jó idő legyen, és hozzátartozik szerencsére a Királyi Napok is, és nagyon örülök, hogy bár nem beszéltünk össze, de mégiscsak mind a ketten hoztatok ebből példát, mert valójában a másfél hét az erről szólna, hogy az emberek találkozzanak, jól érezzék magukat, szép élményekkel mehessenek haza, és emberi kapcsolatokról, találkozásokról is szóljanak ezek a napok. Gábor, mi az, ami a te nyaradból ilyen? Valami komoly dolgot mondjuk, de igazából nekem az jutott eszem, hogy amit így jövő nyára ajánlanék, az, hogy itt Magyarországon kiránduljanak az emberek. Annyi sok szépség van. Most a lehetőségem volt arra, hogy munkatársakkal, Mária Pocson voltunk lelki gyakorlaton, és elmentünk Nyíregyházára, és akkor ott a Nyíregyházát, a görög-katolikus székesegyházat megnéztük, amit nem olyan rég szenteltek fel, és nekem gyönyörű szép ott az ikonfestészet, vagy a keleti gondolkodás, tehát hogy az országnak azt a részét, vagy ott Lilafüred, Miskolc környéke, szerintem szinte nagyon szép ott a cseppkőbarlangok, szóval hogy annyi sok szépség van, és én ha valamit, akkor én meg ezt ajánlanám, hogy esetleg úgy felfedezni az országot, mert külföldre olyan sok helyre mennek az emberek most is, többektől hallottam, hogy Horvátországban, meg Olaszországban, nem tudom, mindenfelé elmennek, ami teljesen jó, meg picit úgy messze vagyunk a hétköznapoktól,
De hogy szerintem annyi sok szépségünk van itthon is. Például a királynapok. Ja, jó kapcsolatban. Nagyon, nagyon ügyes volt. Szépen egyébként. Az öreg egy mulatságok van. Igen, kenyérrendszer. Igen, szóval, hogy igen, tehát hogy annak helyiszínű. Egyébként én csináltam egyszer olyat, és ha már egyszer ez a kirándulás volt, egy időszak, amikor azt játszottam, hogy turista vagyok. És miként turista szemmel próbáltam Fehérvárt felfedezni. És akkor úgy nézegetni a házakat, hogy miért, például ugye a Pávás ház, azért szerintem elég sokszor elmegyünk mellette, de hogy milyen érdekes. Szóval, hogy azért a városunkban is van egy csomó olyan szépség, olyan izgalmas dolog, ami vagy egyik barátom fotózott, ismerősen fotózott, és egy időben, és kértem, azt ott a plében ilyen ki is állítottuk, hogy ilyen cégéreket, fehérvári cégéreket próbáljon találni, fényképezni, és van egy-kettő, ami szintén valamik mellett szintén elsétálunk, akár a fő utcán. Szóval, hogy ez is egy új játék tud szerintem lenni, hogy egy kicsit ezzel a szemmel, akár itthon maradva, de mégiscsak turistának lenni, aki nem teheti meg, hogy akárhova is elutazzon. Vagy kimenni akár Sóstóra, ott a parkba gyönyörűen ki van. Szóval nagyon jó ki van ott alakítva minden, hogy sétálgatni, vagy akár az új ilyen rekreációs park. Szerintem az is egy nagyon klassz dolog lesz. Kirándulja a városok belül. Valóság. Egyébként igen, szóval, hogy itthon maradva kirándulni, hogy itthon maradva valahogy picit úgy kilépni a hétköznapokban. Lehet, hogy erre, hogyha valakinek nincs annyi ideje, hogy úgy elmenjen hosszabb távra, akkor akár ilyen játékokat is lehet csinálni, jövő nyár is megpróbálni mink egy ilyet csinálni. János, valamit jeleztél, hogy igen, lenne hozzáfűzni valóra. Igen, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon jó ötlet. De tényleg, ugye nem tudom, hogy mennyire követitek az oldalamat, de én is szoktam ugye fotózni. Tehát fotózok nagyon-nagyon sok mindent, teljesen amatőr vagyok, és tényleg nincs is hozzá. Már szép képek, és mindig ott van egy szívecske a városról, vagy valami apróság, ami nagyon szépen visszajelzi a te érzéseidet és a képeket. Tehát, hogy nyilván én amatőr vagyok ebben, de mégis szeretem, és pont amiről beszéltél, vagy beszéltünk talán közösen már többször is, hogy felfedezni az apró csodát. Hogy például, ugye nyilván a szívem csicska a Vörösmarty szín, ez ugye ezt mindenki tudja, de azt is ezerféleképpen lehet fotózni, hogyha erről az oldalról nézed, ha a másik oldalról, közben meglátsz iradásra egy plakátot, akkor megállsz oda. Tehát, és most nyilván a színházat emeltem ki, de ennek a városnak 1800 szépsége van, és hogy azt csak azt akartam érezni, hogy milyen jó ötlet, és hogy például kipróbálhatnánk ezt mi is így együtt ezzel a csapattal, hogy kirándulunk Székesfehérváron. Szerintem egy nagyon jó ötlet. Nagyon, nekem is nagyon tetszik. Nekem tetszik. Gábor, még egy kérdésem, hogy legyen az elmúlt hónapokkal kapcsolatban. Neked volt egy nagyon szép jubileumod ebben az időszakban, ugye az Ezüst Mise, amit nagyon különleges helyen tartottál. Igen. Hiszen szabadtéren volt az Isten tisztelet, és ott találkozhattunk. Hogy élted ezt meg részben belülről, meg talán, és remélem, hogy jól esett az a nagy szeretet és támogatás, amivel a közösség hozzád viszonyult. Nem csak neked volt ünnep, hanem Öreghegy és talán a város egészének. Volt egy nagyon frappáns megjegyzésed. Azt többektől visszahallottam, hogy valahogy, hogy engedd meg, hogy mi a barátaid ünnepeljünk téged, vagy szóval tudjuk, hogy nem szereted, hogyha ünnepelnek, igen, de engedd meg. Igen, erre próbáltam utalni, és gondoltam, hogy úgyse tudsz nagy nyilvánosság előtt megcáfolni. Igen, ez egy jó húzás volt. Szóval, hogy ez volt a szempontom, hogy 25 éves pap vagyok, de hogy ez nem az én érdemem, és nem is akartam magamat ünnepeltetni. Tehát, hogy az volt a szempont, hogy a templomunk nem olyan nagy, és abban biztos voltam, hogy azért szeretnének jó páran akár beköszönteni, és akkor ez volt az ötlet, hogy akkor a Bélóti temető előtt azon a füves területen volt ez a családi napunk. És annak az volt az érdekessége, hogy amikor a Covid után már össze lehetett jönni, de még zárt térben nem lehetett bemenni, akkor mi egy jó másfél-két hónapon keresztül ott tartottuk a miséket. Tehát, hogy nekem volt egy ilyenfajta személyes kötődésem ahhoz a helyhez, hogy életem legszebb pünkösdje az oda kapcsolódik, amikor már be lehetett már menni a templomba, de mi még nem mentünk be, és akkor meghirdettük, hogy akkor tartjuk ott a pünkösdi misét, és egy iszonyatos vihar volt. Tehát előrejelzésekből lehetett tudni, hogy eső lesz, de hogy úgy voltunk, hogy kint leszünk, és ez csak így megérkezett, és tehát száznál többen voltak, akkor így mondom, hogy nekem az ahhoz képest, amin idő volt, rengetegen voltak, de hogy ott álltak az emberek, és azt mondták, hogy ők ide jönnek, pedig elmentek volna bármelyik templomba misére, de mi még akkor ott tartottuk. És hogy ehhez a helyhez kapcsolódott ez a családi napunk, ugye azt a mottót adtam neki, hogy a minden forráson belület fakad, és a mögött meg ugye az volt, hogy a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak is ez volt a mottója,
hogy akkor az oltári szentség, ami számunkra katolikusok számára egy fontos ilyen központi elem, az volt ott ünnepelve, és hogy itt is azt volt a szándékom, hogy minden, ami itt a plébániánkon, a közösségünkben benne van, annak nem mi vagyunk, nem én vagyok a forrása, hanem az Istenből ered. Az én papságom, meg a többiek szolgálata is. Úgyhogy valahol így szerettem volna, hogy ez az ünnep ez így valósuljon meg, hogy ne az legyen, hogy Gábor atya a fókuszban, és akkor mindenki jön őt ünnepelni. Bár erre mondták a papbarátaim nagyon viccesen, hogy ahhoz képest nagyon ügyesen megszervezt egy hatalmas népünnepséget magadnak, de bíztam benne, vagy nagyon reméltem, hogy azért ott úgy átmegy, hogy itt nem én szeretnék a középpontban lenni, hanem hogy én is hálát adni vagyok ott. Én résztvevőnként azt tudom mondani, hogy szerintem átjött ez a közösségnek is, és igazi közösségi ünnepé is vált a te személyes ünnepeden túl maga az az esemény, úgyhogy örülök, hogy részese lehettem egy picit. Jó volt, szép volt. Zsófi, mit hoznál elő a nyárból, a te nyaradból? Én is köszöntök mindenkit. Hát ezek után én se hagyhatom ki a királyi napokat, semmiféleképpen Isten sem. Isten bizony, nem beszéltünk össze. Amúgy tényleg nem. Amúgy én mindenkinek az adventi vásárt is szoktam ajánlani, és viccen kívül mindig mondom, hogy ha már Budapesten elegetek van a nagy tömegből, meg ott a Zsufiból, akkor mindenképp jöjjenek le az emberek Székesfehérvára, mert csodálatos az adventi vásárunk is. Tehát, hogy tényleg igaz, hogy minden városi ünnepség valahogy van egy ilyen meghittsége szerintem, hogy ezt mindenkinek tudom ajánlani. És nekem kettő dolgot mindenképp meg kell említenem. Az egyik az, amire én felfigyeltem, hogy nagyon fontos lenne, azok a gyermektáborok. Borzasztó sok gyermektáborba járhattam idén nyáron is, mind a Székesfehérvári önkormányzati érzékenyítő programmal, mind egyénileg is a városon kívül is jártam sok helyen, sok városban, és mindenhol azt láttam, hogy a gyermekeknek erre szüksége van. És visszaidéztem a saját gyermekkoromat, és feljöttek az emlékek, hogy tényleg mennyire pozitív egy gyermektábor, tele programokkal, élményekkel, és hogy felnőttként bekerülünk újra egy gyermektáborba, és csak így nézzük, hogy ó, de jó volt, úristen, ugyanígy játszani, meg programokon részt venni, meg vetélkedőkön, és azt látom, hogy talán egyre kevesebb gyermek tud eljutni táborba, hogy erre mindenki felhívnám, akár Székesfehérvár szülőinek a figyelmét, akár országszerte, hogy minél több táborba jutassuk el a gyermekeket, mert az plusz élmény. A másik pedig, amit kiemelnék, az a sportolás, ugyanis nagyon klassz évet zártam, és most nem versenysport szempontból, hanem élmény, hobbi sport szempontból, ugyanis háromszor kerültem meg idén a Balatont eddig, és mindenkit arra buzdítok, hogy közel is van Székesfehérvárhoz, nem is kell feltétlenül vészesen akkora felkészülés hozzá, természetesen azért kell egy kicsit mozogni előtte edzeni rá, de azt gondolom, hogyha bárki nyitott sportra és szereti a kihívásokat, akkor tegyen meg egy Balatonkört, akár ugye vannak erre rendezvények, egy nap alatt is meg lehet tenni, akár pedig több nap alatt is, barátokkal, családdal, rokonokkal összefogva, és ez egy szuper örök maradandó élmény, amiben benne van a Balaton gyönyörűsége, a nyár élménye és maga a sport is, hiszen azért nem kis fizikai teljesítmény letekerni ezt a nagy tókört. Tehát ha valakinek nagyon melege van, akkor rögtön ott a víz és tudja magát egy kicsit hűteni. Köszönöm, hogy a táborokat előhoztad, mert szerintem az egyik legnagyobb kihívás egy szülőnek két-két és fél hónapon keresztül valami értelmes tevékenységhez hozzásegíteni a gyermekét. És ebben ezeknek a táboroknak szerintem nagyon fontos szerepe van. Zsófi beszélt egy pillanatra az élsportról, mindjárt erre visszatérnék, de nem állom meg, hogy megkérdezem, bár megígértem, hogy a melegről nem beszélünk, de itt az egy kicsit muszáj. Van neked egy csodálatos és nagyon ügyes segítőd, Mokka, aki itt van most is veled. És ugye ő a hétköznapokon dolgozik, és mi emberek szerintem éreztük ezen a nyáron, hogy amikor tartósan 37-38 fok volt, akkor bizony a legalapvetőbb tevékenységek is nehézségeket jelentettek, akár a munkában is, amik esetleg máskor nem szoktak. A kutyus, a Mokka, hogy viselte ezt a nyarat? Ugyanúgy végig tudott koncentrálni és neked dolgozva segíteni, vagy az érezted rajta is néha, hogy most már nagyon-nagyon melege van szegénynek? Szegényen nagyon-nagyon lehetett érezni, és még most is nagyon érzem. Most ugye már betöltötte az 5. életévét, hát azt nem mondhatom, hogy öregszik a kisasszony, de azért halad előre a korral, és máshogy viseli most már a meleget, mint azelőtt. Mondjuk az is igaz, ugye, hogy nem, talán nem voltak azért ennyire tartósan 35 fok feletti melegek. Mind a munkáján, mind a magán a létezésén érzékelem, hogy nem esik jól neki. Kifejezetten meg is tudtam figyelni, 25 fok alatt
komfortos a kutya, és 25 fok felett pedig sokkal lomhább, lassabb, nagyon sokat liheg, és szegény tényleg nagyon nehezen viseli. Fontos amúgy elmondanom, és köszönöm is a lehetőséget, hogy ezt elmondhatom, hogy ilyenkor a kutyusokat, a munkakutyusokat igyekezzük védeni, ahogy csak tudjuk. Az egyik ilyen dolog az ugye a kutyacipő. És bármerre, amerre megyek a városban, azért nagyon sokszor megkapom, hogy de vicces cipő van a kutyám, meg milyen jó pofaja, vagy pedig az ellentétét, hogy jaj, jesszus, miért kell a kutyára cipőt adni. És nagyon kevesen gondolnak bele, hogy ilyenkor ugye egy városban a nagyon sok beton között épületek, beton, aszfalt, stb. Nagyon felmelegszik. De még a gyepes felület is forróvá tud válni. Így van, de a beton az tényleg nagyon 80 fok feletti hőmérséklete van a betonnak, és hát ugye, ahogy itt meg is lett említve, ő mindig velem közlekedik, akár pékségről legyen szó, nem csak reggel megy sétálni meg este, így mint van. Általában a kutyák, hanem ő napközben is, ha te mész valahova, akkor nyilván megy veled. Így van, és ezért védelem szempontjából kell rá kis cipőcskét adnom, amit hozzátennék, hogy ő nagyon-nagyon nem szeret. Úgyhogy elég csak addig nem szereti, amíg föladod rá, vagy nem. Utána sem? Utána sem. Tehát neki azért ez egy nagyon nem komfort, hozzá tudnak szokni, hiszen nála toleránsabb lényt én életemben nem láttam még, hogy őszinte legyek, de nem komfortos neki, tehát mindenképp egy fura érzet, és a másik ilyen pedig amúgy a hűtő mellé. Tehát akkor is szoktak rám furán nézni, hogy miért van pluszban ruha a kutyán, közben pedig az nem ruha, hanem egy nagyon jól lehűtött, vizesen beáztatott, speciálisan erre kialakított hűtő mellény. Ugye a mokkánál azért azt is ki kell emelni, hogy ében fekete, úgyhogy még inkább szívja a hőt és a meleget, úgyhogy szegény nagyon, nagyon nehezen viselte ezt a nyarat most. Többször váltottam fehér botra vissza, és őt inkább otthon hagytam, amikor meg tudtam tenni. Így eléggé sok új kalandban volt részem, mert azért 4 év alatt elszoktam nagyon a fehér botozástól, de senki ne jegyen meg, ha a városba legközelebb kóvájgó látássérültet lát fehér bottal, az én leszek. A Mokka pedig otthon pihen, tehát mindent igyekszek az ő érdekében tenni, és neki megkönnyíteni azt, hogy jobban viselje a meleget. Meg persze strandolt sokat azért, amikor csak tudom. Fürdik? Nagyon szeret fürdeni. Ki se lehet szedni, hogyha bármilyen nyílt vízhez el tudom juttatni, ahol legálisan bemehet. Ez egy kicsit amúgy nehézség, mert a Balaton körül is nagyon kevés legális kutyafürdetőhely van. Azt gondolom, hogy többre lenne mindenképpen igény. Amikor csak tudom és bemehet, ott teljes kutyapancsi van, és kutyabuli, és önfeledten boldog a kisasszony. Ez a hűtőmellény, ez nekem nagyon tetszik. Én mondtam, hogy embereknek ez is kéne gyártani, nem? Akkor jó lenne, nem? Uh-huh. 35 fokba fölmentek öltöny, és öltönnyel főveszett a hűtőmellényt. Akkor a jövő évi katonazenekari fesztiválnál majd kipróbáljuk. Addig lehet, hogy el is készül valakinek. Zsófi, te sokat sportolsz. Ugye sokáig nyugodtan mondhatjuk, hogy élsportot, versenysportot is üztél, de most is mondtad, hogy része az életednek a mozgás. És ennek a nyárnak meg azt hiszem egyik fontos esemény sorozata volt az olimpia. Arról nem is beszél, hogy ezekben a napokban kezdődik a parasportolók számára az olimpia. Mit láttál az eddigi olimpiai szereplésben, mit vársz azoktól a társaktól, barátoktól, hiszen azt gondolom, hogy sokakat ismersz is közülük, akik arra készültek, ami a következő napokban fog történni, hogy élted meg az olimpiát, és többiektől is azt kérdezni, hogy figyeltétek-e, ha igen, akkor emelnétek-e ki valamit, nem feltétlenül csak a sportot, hanem bármit, ami az olimpiával kapcsolatban eszetekbe jut. Követtem az Épek olimpiáját is természetesen, otthon ugye én hallgatni tudom már csak a televízióban, illetve párom narrálja nekem szóban az eseményeket, bár a kommentátorok igencsak bele szokták élni magukat, tehát hogy látássérültként is nagyon élvezhető. Kifejezetten az úszószámok érdekeltek ki, inkább ott nekem is ökölbe volt szorítva a kezem, hogy meglegyenek azok a bizonyos érmek, bár azt is kiemelném, mert nagyon fontosnak tartom, hogy nem csak az aranyérem az érem. Én azt gondolom, hogy bárki kijut egy olimpiára vagy egy paralimpiára, az már maga a dicsőség, és az már maga a büszkeség, és ugyanígy vagyok a paralimpikonjainkkal is. Az a megtiszteltetésért, hogy ugyan sajnos paralimpián ugye nem vehettem részt életemben még, viszont meg annyi világversenyen igen, most mégis benne lehetek a magyar paralimpiai csapatnak az első hivatalos zeneklipjébe, mely a napokban fog megjelenni, és ez egy nagyon nagy büszkeség számomra, hiszen Mokka kutyussal ott állhatunk a most Párizsba készülő paralimpikonok között, és közösen énekelhetünk egy buzdító dalt. Holnapi... És jó lett a nóta? Nagyon-nagyon szuper a dal, igen, egy igazi pesdítő dal, egy motiváló dal, ami azt gondolom, hogy rá is fér a paralimpikonjainkra, hiszen
sajnos még mindig egy kicsit kevesebb szó esik róluk a sajtóban, a médiában. Én mindenkit arra kérek, hogy ha teheti, akkor figyelje a magyar büszkeségeinket, a magyar fogyatékossággal élő sportolókat, hiszen láthatunk majd kézsérült atlétát, láthatunk kerekesszékes vívókat, és az egész paralimpia mozgalma és a magyar sportolóink mind azt mutatják meg, hogy tényleg képesnek lehet lenni, csak ezt akarni is kell. Köszönöm. Gábor, volt alkalmad nézni valamit az olimpiából? Igazából, most próbálok PC lenni, de elég nehéz így hivatalból annak lenni, ugye ez a botrányos megnyitó azért az eléggé fölbojdított akár bennünket is, hogy most mi a helyes válasz egy ilyen helyzetre. Tehát amikor olyan dolgokat, amik számunkra, mondjuk keresztények számára értékek, akkor azoknak hol van a határa, hogy akkor maradjunk csendben, és akkor jó, hát játsszák, amit akarnak, vagy akkor most nagyon határozottan föl kell. Tehát hogy volt egy elég nagy felbojdulás az egész olimpiával kapcsolatosan, hogy milyen üzenete van mondjuk, meg a sok-sok botrány. Tehát amit így az olimpiából láttam, vagy érzékeltem, ez a pár ilyen botrányos dolog, magukat, a versenyeket nem néztem. Ami nekem a nagy élmény volt arra, és úgy hívták fel a figyelmet, ez a török emberke, aki célba, tehát hogy mindenkinek láttam ilyen videókat, milyen szuper célzó berendezés. És az ősidők sportját hozta. És akkor fogta zsebre tette a kezét, célzott és lőtt, és szóval hogy nem problémázott ezen, és ráadásul olyan profi lövései voltak, hogy nagyon meg a szem volt egy magas ugró, talán svéd vagy dán, vagy nem tudom valamilyen, aki egyébként is a világ csúcsokat ugrott, és akkor utána a végén még megugrott a sajátját is. Még egy... Azóta egyébként már meg is döntötte azt, amit az olimpián felállított a világ csúcsot. Hogy ezek a... Hát ha valami, akkor ez a kettő az, ami nekem leginkább megmaradt az olimpiából, meg az, hogy körülötte mindenki azt nézte. Tehát, hogy például, amikor voltunk ezen a lelki gyakorlaton, akkor nézték a telefont, hogy fú, akkor most, meg hogy tényleg azt is érzékeltem, hogy körülöttem nagyon sokan így a magyar versenyzőknek szurkoltak, persze teljesen jogosan, de úgy egyébként, tehát nekem maga ezek a fajta sportok, ezek nem állnak annyira közel hozzám, ami én hozzám közel áll, az meg nem olimpiai sport, úgyhogy aztán így annyira nem néztem. Most újságíró ülne itt, akkor rögtön rákérdezni, hogy melyik sportra gondolsz. Volt a tékvándó, és ugye a tékvándóból is hoztunk haza aranyérmet, de hogy nekem ezek a küzdő sportok azok, amik közelebb vannak. Ráadásul szerintem az egy meglepetés aranyérem volt a közvélemény széles rétegeinek, mert szerintem sokan nem számítottunk rá. Nyilván a szakemberek tudták, hogy ott van egy ilyen tehetség, de hogy ez már most az első olimpián ilyen fiatalon megmutatkozik. Sajnos utána nem is az ő saját súlycsoportjában, tehát valami. Meg szép volt ott a testvérével való együtt dolgozás, szerintem egy nagyon szép emberi történet is volt az eredményen túl. Ezek azok, amik olimpia kapcsán mondjuk érintettek engem. Szívi. Hát én olyan nagyon nem ástam ebbe bele magam, mi folyamatosan dolgoztunk, ami ugye a szerkesztőségen belül így látni, hallani lehetett, az úgy megvolt, meg nyilván amikor tehát érem volt, akkor öröm volt, de én most ezt így annyira nem, most kicsit kimaradt ez az időszak, mert ugye nyaralás után, amikor az ember visszatér, akkor minden jön csőstől. De sok mások nyaralnak, tehát duplán kell dolgozni. Igen. Ugye az így szokott. Én teljes őrületben voltam. Tehát ez a tényleg, tehát olyan szinten ki is akasztottam a családomat, hogy voltak bizonyos programok, amit muszáj volt úgy egyeztetni, hogy nem maradhatok le. És éppen Schliemann előadásokat is játszottam a múzeum udvarán, és ott is ugye minden nap úgy kezdődött számomra, hogy reggel gyorsan lementettem, hogy milyen események fognak történni, és akkor ahhoz képest jutottam el A-ból B-be esküszön. Tehát könyörögnöm kellett a családtagjaimnak, hogy kérlek szépen, most ne induljunk el, most nagyon fontos dolog, én muszáj nézem. Tehát engem teljesen elkapott. Tehát olyan szinten, és hogy meg kell, hogy mondjam nektek, hogy rengeteget tanultam belőle, mint ember. Tehát az a küzdés, az az akarás, amikor tényleg már az ember sokszor azt hiszi, hogy az utolsó ereje az életben, és már nincs több, hogy látva ezeket a kiváló sportolókat, és nagyon-nagyon fontos kiemelni, hogy teljesen mindegy, hogy hányadik helyen végzett. Önmagában az, hogy kijutott az olimpiára, szerintem az óriási dolog. Ez egy nagyon komoly teljesítmény. Ez óriási. És hogyha én mondjuk lehetnék a világon valamiben az 50. legjobb is, nagyon örülnék, és közben pedig a nagy öröm mellé azonnal muszáj hozzátennem azt is, hogy viszont nagyon sok szomorúság is ért. Tehát olvasva ezeket a komment háborúkat, hogy valaki nem nyert aranyat, vagy ezüstöt, vagy csak 5. lett,
vagy csak tizedik, és hogy olyan negatív dolgokat fogalmaztak meg emberek, hogy komolyan mondom, hogy volt már olyan, amikor elsírtam magam. Hogy egyszerűen ez hogy lehet? Tehát, hogy nem értékeljük azt az óriási teljesítményt, amiben 10, 20, 30 év is akár benne van, és hogy mi nem tudunk örülni annak, hogy egy magyar sportoló mondjuk a tizedik lett. Hát milyen csodálatos dolog. Hogy örülnék én egy tizedik helynek a világon bármivel? És nyilván esélyem sincs az életemben ilyenre. Vagy például az, amikor úszás néztél, vagy öttusát, vagy bármit, és az utolsó 100 méter, hogy tényleg, hogy az ember felugrik, és hogy megbalondul, Istenem, csak érjen be, és hát ugye ennél csodálatosabb, mert tényleg csak azok a pillanatok, amikor megszól a magyar himnusz. Tehát, hogy ez hogy lehet kibírni sírás nélkül, nem tudom, hogy büszkék vagyunk a magyar emberekre, a magyar társadalomra. Nem tudom, számomra nagyon-nagyon sok minden új gondolat is megfogalmazódott bennem a sport kapcsán. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem sportoltam életemben. Tehát most kapott el ez, hogy úristen, még nem késő. Hát ez már sajnos elég öreg vagyok. De hogy ez is. Illetve az, hogy komolyan mondom nektek, hogy erőt ad a mindennapokhoz. Tehát az a küzdés, az az akarás, hogy az utolsó erőmmel is, hogy beérjek a célba, hogy szerintem ezt kivetíthetjük az életünkre. Nem? Egészen biztos. A sport általában is hoz tanulságokat az életre. Ugyanúgy egyébként a kultúra, nem véletlenül ez két fontos közösséget is összefogó terület. Így van. És mondom, hogy sok vicces helyzet is volt a családban, tehát... Ezt tényleg elképzelem. Tehát most azt mondom, az energia, ami most így benned van, és képzeld, hogy most visszafogom magam. Most visszafogom magam, de azért bevallom nektek őszintén, és tudom, hogy ez lehet, hogy csalódás lesz, de bízom benne, hogy megértik a kedves nézők, hogy Slimant játszottam, és tudtam, hogy ez 19 órakor kezdődik, kb. 19:40-kor vége van az első felvonásnak, és 42-re volt kírva a valami nagyon fontos úszás. Természetesen magyar. És te a szünetbe azt nézted? Komolyan? Én biztos voltam ebben. Akkor te már nem izgulsz az előadások előtt közben? De. Akkor így terelted el a figyelmedet. Ezért rendeztek olimpiát. Na látod. És most nagyon, András, azt hiszem, hogy megfogalmaztad az év legfontosabb gondolatát. De ez tényleg bevallom. Színész olimpiát, és akkor ilyen... Van már olyan. Tényleg? Igen, de nem tudok innen semmilyen másik számban, szóval, de hogy... Sőt, a színész tenisz világversenyen a Vörösmarty Színház kedves dolgozói színészei tavaly nagyon szép, ha jól emlékszem, dobogós eredményt értek. Így van, a Sági Tamás is jó színészi. Így van, igen. De én nem arra gondoltam, hanem hogy mit tudom én, ki tud leggyorsabban beszélni, és akkor gyors beszéd szám. Tehát 60 perces gyors beszéd. Színészet, azért olimpia. Legyünk óvatosak ezek az ötletekkel, mert látva ezeket a új sportágakat, akik valahogy beúsznak az utolsó pillanatban az olimpia visorára, lehet, hogy egyszer egy ilyen sportág is már olimpiára kerül, miközben hagyományos sportok meg eltűnögetnek az olimpiáról. Hát most az minden lehetne olimpiai szám. Szerintem lapozzunk, de ha már televízióban vagyunk, a tévének nagyon nagy hála és köszönet, mert az olimpiával összefüggésben tudtunk tartani egy szép ünnepséget Vörös Zsuzsannának, aki ugye 20 évvel ezelőtt lett olimpiai bajnokunk, és a magyar nemzeten belül ő a székesfehérvári olimpiai bajnok, és őt köszöntettük egy kis ünnepség keretében, és ennek az ünnepségnek egy nagyon fontos eleme volt, a városi televíziónak köszönhetően, amikor a 20 évvel ezelőtti ünneplés pillanatairól készült híradó anyagot be tudtuk játszani, tehát a tévének hála, meg át tudtuk élni, hogy 20 évvel ezelőtt hogyan fogadta és hogyan köszöntötte Vörös Zsuzsannát, Székesfehérvár olimpiai bajnokát a város közössége. És amikor néztük a pillanatokat, és láttuk az örömöt, és láttuk azt a sok-sok embert a téren, az országalma körül a városház előtt, akkor valójában ott az emberben meg is fogalmazódott, hogy mit tud adni egy város közösségének egy ilyen eredmény, vagy adott esetben maga a sport is, mint közösségformáló erő. És az, hogy a manapság már ezt képben, hangban meg lehet örökíteni, és akár 10-20-30 év múlva is le lehet játszani, ez meg szerintem hozzáad a mi életünkhöz is. De mégiscsak most a nyár végén vagyunk, lassan kezdődik az ősz, és ez nem csak az iskola kezdődés, ez nem csak a újabb dugók kialakulását jelenti a városban, hanem nyilván új időszakot, új kezdetet is, és azt is, hogy aztán még persze messzinek tűnik, de hamar itt lesz, elkezdünk majd közeledni az év végéhez.
És van-e olyan előttetek az őszben, amit nagyon-nagyon vártok, amit nagyon-nagyon szeretnétek már megélni, ott lenni, vagy amire nagyon-nagyon készültök, a szürke hétköznapokon túl, ami nyilván itt van, minden napjainkat kitölti, de ami egy olyan egy-egy epizód, amit már láttuk előre, hogy meghatározó lesz, és mondjuk, ha az adventi mizuban az akkori műsorvezető majd rákérdez, hogy mi történt az elmúlt hónapokban, akkor valószínűleg ezt ki fogjátok emelni. Készültök-e valami ilyesmire? Mondhatom, Szilvi? Illetve? Mondhatod. Hát október 26 filmbemutató, ezt nagyon-nagyon várjuk. Amellett, hogy közben elkezdődik mit egy kell tudni erről a filmről, mert ugye itt is beszéltünk már róla, meg máshol is, de azért hát, ha nem minden néző hallgató hát, most már azt mondom, hogy majd, hogy nem két éve lesz. Két éve lesz decemberben, hogy a kezembe került egy családi napló, ami az én egyik rokonomnak a naplója, első világháborús hadifogoly napló egyébként. És hát egy teljesen más célzattal küldte el nekem a rokonom. Ő meg akart fejteni ebből ilyen családi dolgokat, kicsit ilyen spirituális szinten. Én viszont, amikor elolvastam, akkor láttam, hogy ez egy kincs, mert hogy nekünk nagyon nincs ilyen írott emlékünk, hogy valaki egy fehérvári kint volt 4 évig Oroszországban és Szibériában hadifogságban, és akkor, ahogy elolvastam, hát most is egyébként, ahogy visszaemlékszem ezekre a pillanatokra is, ráz a hideg, de hogy akkor így hirtelen mondtam, hogy így felálltam az asztalomtól, és mondtam a Lajos kollégánknak, hogy valamit ebből csinálni kell, figyelj, ezt elmondom, hogy mi ez, és valamit ebből csinálni kell, és akkor mondta, hogy hát filmet, vagy könyvet, vagy bármit, csináljál valamit. És így mondtam, hogy hát ezt biztos, hogy meg kell csinálni. És hát tulajdonképpen akkor indult el egy ilyen folyamat Matúz János, mondhatom, rendezőtársammal, akivel hát most már egészen azóta dolgozunk ezen a filmen, még mindig, tehát most már azért lassan le kéne zárnunk, mert most már mindjárt itt a bemutató, de haladnak a folyamatok, éppen Cserta Balázs zeneszerzőnél tart a munka, és utána visszakapjuk, akkor egy kis utómunka lesz még, és hát akkor remélem, hogy egy kicsit már így fellélegezhetünk, és hát azért nagyon várjuk ezt az október 26-ai időpontot a Vörösmarty Színházban, este 7 órakor, így is szeretném hát meghívni. Most ez lesz az a pillanat, amikor nem a Jánosért megyünk a színházba, hanem érted, értetek. Igen, ezt szerettem volna megnézzük, mondani. Hogy milyen, amikor a színház mozi. Igen. Igen, ezt szerettem volna pont mondani, hogy a nézőket is nagy szeretettel várjuk. Bárki mehet? Hát bárki mehet, remélem, hogy addig, amíg az ülőhelyek el nem fogynak, és utána nem fognak állni, de nyilván hát ez majd érdeklődés függvénye, de hát titeket is ugye nagy szeretettel várnál. De akkor lehet mondani, hogy ez ízig-vérig egy székesfehérvári történet. Ez így van. Miközben egy történelmi ez így van. Eseménysorozatot is feldolgoz. Ez így van. Az a cím, hogy Haza egyébként, Haza Lantai Májár József szibériai hadifogolynaplója, és hát többféle vonulata van annak, hogy miért haza, de nyilván ebből érzitek egy kicsit. És mondtad, hogy elérzékenyültél, amikor először ez a kezedbe került, és most, amikor már látod a majdnem elkészült filmet, és nézed, nem tudom, hogy egybe láttad-e már, vagy még csak ilyen mozaikokat, de milyen érzés? Hát nagyon furcsa. Én még egyetlen egyszer láttam eddig, akkor, amikor megvágtuk, hát úgy majdnem kész állapotra, csak ugye még az teljesen más, amikor majd zenésítve ott visszakerül hozzánk, meg ugye itt két hang fogja a naplót olvasni, de akkor most még erről egyelőre többet nem mondok, és igazából tehát más-más volt az, hogy mondjuk még az egyik hang nem volt meg hozzá, csak egy mondta fel végig, meg nem volt meg hozzá a zene, meg nem volt eleje, vége még, úgyhogy ez úgy teljesen más volt, és hát közben ugye folyamatosan vakargattam a fejemet, hogy hát itt még azt nem így kéne, azt még amúgy kéne, úgyhogy nem tudom, hogy a végén mennyire leszünk úgy, hogy na ez most így, ahogy van, ezt így képzeltük el, tökéletes, mert hát nyilván az emberben mindig benne van a maximalizmus, meg hogy mindig tudunk valami pici hibát találni, de remélem, hogy amikor már ott leszünk, hogy nézhetjük ott a vászon, akkor már tényleg mindenkinek. És még egy kérdés, hogy jól tudom, akkor itt a helyszíne a felvételeknek, azok nem csak itt történtek a városban, hanem messzebb is, hol pontosan? Erdélyben, bizony Csíkcsomortánban jártunk január végén, február elején, és hát fantasztikus élményeink voltak, és hát nektek is hála, az önkormányzatnak hála, itt lesznek velünk a szereplőink, úgyhogy egy 4 napra itt ugye 26-ára lőttük be a bemutatót, de azt azért tettük, mert ugye a Pál István Fesztiválon ők szeretnének szerepelni, mert ugye az egyik szereplőnk, aki a napló tulajdonosnak a barátját játsza,
Kovács Máté, ő ugye szabadszínházas, és hát szeretettel meghívta őket ott kint, és így összehoztuk, hogy akkor a Pál István Fesztiválon is szerepelnek egyet, este pedig bemutató. Na de hát ugye ezért nekik két napot kell utazni, egyet oda, egyet vissza, úgyhogy lesz még egy grátis napunk itt a szombati bemutató előtt egy péntek, amikor egy kicsit ugye együtt vagyunk, meg nézzük a várost. És hát ők is nagyon készülnek, nagyon várják, és hát nagyon tündér emberek, úgyhogy ez óriási élmény, és nem csak az, hogy olyan gyönyörű helyeken járhatunk, hanem hogy ilyen kapcsolatokkal gazdagodtunk, mert tényleg nagyon jó emberek. Nagyon örülök ennek, és egyébként nekem is nagy élmény volt, hogy kicsit visszacsatolva a királyi napokra, akkor találkoztam az országgal már egy nagy kiránduló csoporttal, és kiderült, hogy Erdélyből érkeztek. Aztán a Rákóczi Szövetség táborában itt lévő határon túli magyar fiatalokkal, és amikor kérdeztem, hogy miért pont itt, miért ebbe a táborba érkeztek, vagy miért ide jöttek nyaralni, akkor azt mondták, hogy ez nem kérdés, minden magyarnak egyszer Szent István városába, nemzeti emlékhelye, Szent István sírjához el kell zarándokolnia. És mi, akik itt élünk a mindennapokban, szerintem fontos, hogy lássuk, és ezt is vegyük észre a környezetünkbe, hogy nagyon-nagyon sokan pont emiatt a történelem és értékrendszer miatt is jönnek Székesfehérvárra, például zarándokként, vagy várnak mondjuk egy filmbemutatót. Úgyhogy várjuk erdélyi barátainkat nagy szeretettel, hiszen ők is nagyon sokat segítettek és tettek hozzá, hogy ebből a naplóból film váljék. Így van, és hát külön köszönet természetesen az önkormányzatnak is, meg hát mindenkinek, aki részt vett ebben, mert tényleg nagyon sokan kellett, hogy dolgozzunk, tényleg azért összetett munka volt így az elmúlt majdnem két év. Már tényleg hihetetlen, hogy ilyen időtávlatokról beszélünk, pedig a tényleges forgatás az mondjuk tavaly májusban kezdődött, de mégis sok idő volt rá, de még mindig ott tartunk, hogy még mindig kell rajta dolgozni. És körülbelül mennyi idő lesz a film? Hát egy ilyen 40 perc körülbelül. Tehát nagyon jó, egy iskola jó óra. Igen. Hát ugye van is vele ilyen terv, hogy majd megy iskolába. Köszönöm szépen, Szívi. Hüviek, ősz, tél eleje. Kinek van ilyen pillanata, amit már vár, nagyon vár? Most mindenki rám néz? Igen. Igen. Ilyenkor mi hangot kell kiadnatok, vagy valami, hogy tudjam, hogy én vagyok. Hát mindig, természetesen most is nagyon sok tervem van. Természetesen járni fogjuk az iskolákat az érzékenyítő programokkal. Remélem, hogy minél több fiatalhoz újra és ismét eljutunk. Hiszen szerintem nagyon fontos ebben a felpörgött, és ahogy itt akár az olimpia kapcsán szóba ejtettük, ebben a mai feszült és kicsit... hát keresem a jó szót rá, milyen világban az, hogy a gyerekek kapjanak és töltődjenek, és a pedagógia és a tanulás mellett pluszban az elfogadásról és az embertársaink szeretetéről és tiszteletéről tanuljanak. Úgyhogy természetesen az ősz meg a tél nekem mindig így iskolakezdés és érzékenyítő szemléletformáló programok megtartása. Emellett a Mindenki Képes Egyesületemmel is ugye nagyon-nagyon sok tervem van, nagyon sok program elem, mindenféle előadások, ahol különleges emberek életét lehet majd megismerni élő közönséggel is, illetve online felvételben is. Emellett pedig terben van a gokártozás fogyatékossággal élők számára, hiszen ahogy a motto... Mert semmi nem lehetetlen. Így van, így van. Ugye ezt is megoldhat, hogy én azt gondolom, hogy nagyon nagy élmény lesz a sorstársaknak, úgyhogy ezúton is majd minden sorstársat nagy szeretettel várunk, akármilyen fogyatékosságról legyen szó, megoldjuk a gokártozás lehetőségét, illetve nagyon nagy örömmel és izgatottsággal várom a harmadik bennünk is ugyanaz a szívdobog divat bemutatót, hiszen harmadik alkalommal lesz módunk a városban megtartani ezt a szerintem, mondhatom talán elfogultság nélkül, hogy egyre nagy volumenűbb és egyre több fogyatékossággal élő modellt megmozgató divatbemutatónkat. Nagyon nagy készültséggel, hiszen már tavaly is több mint 20 modell állt kifutóra. Ami jóval több, mint tavaly előtt, tehát látszik, hogy valóban van ennek Az első felfutása. Online divatbemutatón ugye még 8 fogyatékossággal élő modellel tudtunk dolgozni, tavaly pedig már 20 fogyatékossággal élő modell, úgyhogy emiatt ugye ki is nőttük az eredeti nagyon szeretett helyszínünket, úgyhogy szépen lépeget felfele a divatbemutató, jó sok munka lesz vele, de én ezt a részét nagyon-nagyon szeretem és nagyon várom. Illetve még az ősz kapcsán, ami bennem mindig bennem él, hogy ugye azt szokták mondani, hogy az elmúlás évszaka. Sokan nem szeretik az őszt, és valamiért nekem mindig az ősz, ez nem rég a napokban fogalmazódott bennem meg, hogy az ősz nekem valamiért mindig így az újra töltődés, az újrakezdés, az újra belendülés, nem tudom miért, hogy lehet, hogy ilyen fordítottan vagyok bekötve.
beleértve, de én kifejezetten szeretem az őszt, főleg mondjuk azért az indián nyár részét, de az egész ősznek a hangulatát nagyon szeretem, az pedig, hogy utána jön a karácsony és az advent, az meg a szívem már így dobog, hogy mikor érkezünk el oda, mert nagyon szeretem. Köszönöm, és ha annyi személyes hozzáfűzni valóm lehet, akkor azt megjegyezném, hogy szerintem egy olyan programnál, mint amiről te beszélsz az érzékenyítés tekintetében, nagyon fontos a hitelesség. Tehát, hogy aki csinálja, szervezi, aki ott áll, az hiteles legyen, és szerintem te ebben kifejezetten hiteles vagy, és ezért is működik és fejlődik szerintem ennek a programnak több eleme is, hiszen ezeket persze össze is kapcsolódnak egymással. Úgyhogy örülök, hogyha együtt dolgozhatunk a következő években is ezen a területen is. Köszönöm szépen. Gábor. Én gondolkodtam, most is gondolkodtam, hogy valami extrát ki tudok emelni, de tulajdonképpen nem lesz semmi olyan különlegesünk, ami szokva... Hívok színházba. Igen, tényleg Jani elmondta, ez egy különleges dolog. Meg filmet nézünk. Filmet is nézünk. Én mindenképpen azt kérném a tévétől, hogy kamerák kísérjék Gábor atyát a színházi előadás előtt, közben és a végén. És utána pedig van egy közös kép a művészekkel színpadon. Tartom egy pillanat, hogy akkor megjelenek a színházban. Nagyon régen voltam egyébként már itt a Fehérvári Színházban, úgyhogy... Kisebb nyilvánosság előtt most megígértem. János mutatni most. Nem, valami feloldó. Én is éreztem, hogy csúnyán nézett. Nem, reménykedve. Igen. Majd adáson kívül aztán. Szóval hogy igazából ugye búcsú lesz október 8-a kapcsán, ami mondjuk ilyen ünnep, a fiataloknak lesz egy ilyen háromnapos hétvégéje, októberben szintén. Adventben készülünk egy egyházközségi zarándoklatra, de az majd akkor az adventi adásban beszámolok róla, amikor lesz egy Lengyelország útra készülünk. Ugye Szent Kingának az éve van, vagy ünnepi éve van, egy Árpádházi szentünknek, és akkor ő hozzá kapcsolódva lesz ez a zarándoklatunk. De, tehát ez is azt mondom, azért nem mondom extrának, mert hogy az utóbbi időben már úgy csináljuk, hogy van egy őszi, egy picit rövidebb, egy adventi, és van egy májusi nagyobb szabású, vagy egy ilyen késő tavaszi nagyobb szabású zarándoklatunk. Erre készülünk még, úgyhogy első áldozás lesz. Tehát hogy azért mondom, hogy olyan programjaink lesznek, amik egyébként minden évben voltak, és akkor ezekre az ünnepekre készülünk rá. Most szeptember végén lesz majd a Mária Völgyi zarándoklat, ugye ott a Bori Várnál, ott a Mária Völgyi szobornál. Ez már egy régi hagyomány Öreghegynek, még Ervin atya idejéből valahol onnan indult el, onnan vettük át, és azóta is ezt csináljuk, most is tervezik, hogy majd akkor ott a szobornál picit megállunk, imádkozunk, tehát hogy ilyen idézőjelesen átlagos vagy szokványos programjaink lesznek. De mégis szép program. De mégis szép és közösséget építő program. Talán lehet, hogy ennyi, ami különleges benne, hogy valahol próbáljuk a közösséget összehozni ezekben az alkalmakban. Köszönöm. János, lehet a színházról valamelyik bemutatóval kapcsolatban. Igen, a szeptember talán 7-én is lesztek a Gózióban. Melyik előadás a Vázban? Ha jól emlékszem, és melyikre várod Gábort? Hát igazság szerint Gábor atyát én már egyikre se várom. Évek óta ígéri nekem, hogy eljön és megnéz a színházba. Ez még nem történt meg, de azért igazadban bízom benne. Tehát nagyon várom azt a napot, azt a pillanatot, amikor egyszer csak előadás után megtudom, itt van Gábor atya. Vagy előadás közben szóval... észrevesz és elakad a szabad, az mekkora lesz? Nem fog elakadni. Csak nem múltkor fog. Mikrofont nem tolt fog. A számba. Ott ültem elől, és szerencsé, nem amikor veled voltam. És meg akart énekeltetni, és olyan rezzenéstelen arccal folytatott mindent, hogy... Nem, igen, ezt nem egyébként fog. Azért tudom, mert ugye a versünnepen azért többször teszteljük, hogy mennyire erős az arcizma Jánosnak, de nagyon jól tudja. Szóval a színház életében ugye a legnagyobb ünnep mindig a premiér. És hát számtalan ilyennek lesz a következő évadban a Vörösmarty Színházban. Nekem az első ilyen az október közepén lesz az Úri Múri című darab bemutatója, és aztán utána kezdem is a következőt, aminek a bemutatója november vége, december eleje. Szeptemberben felújítjuk a Padlás című musicalt, amit évek óta játszunk, illetve felújítom az egyik nagy kedvencemet, amit én írtam, és játszom, az a Széchy Pál életéről szóló volt egy film, amit említett a Szilvi. Tehát azt is újra felújítom, illetve meg szoktam ajándékozni a fehérvári közönséget ajándékkoncertekkel.
általában egy évben kétszer-háromszor minimum. Ez most is, ez hagyományt ezt szeretném folytatni, úgyhogy októberben készülök a következő ilyen koncertre a Vörösmarty Színház előtt. És hát, hogyha egy kis lelki dologról is szeretnék beszélni, adás előtt ez nem tudok, hogy beszélgettünk egymással, és volt egy kérésem feléd, mely az advent időszakára vonatkozik. Hogy értsék a kedves nézők, Szilvinek most is... lelövöd azt, amit befejező kérdésként szerettem láttam, volna, de akkor tehetőleg, hogy az advent és a Hello Mizu összefüggésében van-e valami olyan álmod, amit szeretnél ebben az adventben megélni? Igen, szóval adás előtt elárultam Szilvinek és polgármester úrnak, hogy évek óta nagy vágyam, hogy legyen közöm a város karácsonyi fejnek a feldíszítésében. Tehát, hogy egy pici, egy nagyon szép díszt hadd helyezzek el. Az első álmom az volt, hogy a csúcsdíszt hadd tegyem fel a fa tetejére. De aztán rájöttem és néztem a fotókat, hogy milyen kosárból teszik ezt fel, és tériszonyos vagyok. Úgyhogy kicsit ebben elbizonytalanodtam, hogy ezt vajon merném. Azért megpróbálnám, de lehet, hogy félúton kiabálnék, hogy jaj, segítség, ne szeretnék jönni. Na mindegy, a viccet félretéve, hogy valóban az adventi időszak egészen kisgyerekkorom óta nagyon fontos az életemben. És hát most már több mint 20 éve megjelenem itt évről évre Székesfehérváron, hogy ez tényleg egy egészen kivételes ünnep. A belváros gyönyörűsége, mint hogyha egy mesevárosban járnék, a gyönyörű karácsonyfa, a találkozások, a forralt bor illata, a kürtös kalács, és sorolhatnám tovább. Tehát tényleg valóban egy feltöltődés az, amíg én végigmegyek a főutcán, és bejutok a Vörösmarty Színházba. Tehát komolyan mondom, hogy feltölt lelkileg, szellemileg, mindenhogy, tehát nagyon várom ezt az időszakot, és bízom abban, hogy az idén akkor ez a kérésem, ez teljesülni fog, hogy együtt esetleg ez a Mizus csapat, hogyha ellátogatnánk a város fenyőfájához, amikor még nincsen feldíszítés, és felhelyeznénk egy pár díszt, esetleg megpróbálom a csúcsdíszt, de ezt nem merem ígérni, illetve hát nyilván majd kiderül, hogy polgármester úr mit tud nekem elintézni, hogy egy díszt teszek fel, vagy ötöt, erről majd hírt adunk. Hát nagyon szépen köszönöm a végszót is. Nagyon megtisztelő volt veletek beszélgetni. Remélem, hogy nem lett annyira komoly a műsor. És hát ahogy itt művész úr már a végén befejezte, ezzel kicsit fel is vezette a következő Nálatok Mizu adását, várhatóan adventben fogunk találkozni, és hogy teljesülnek-e János kívánságai és kérései, azt majd meg fogjuk látni, meg fogjuk tudni. Remélem, hogy mindenki jól érezte magát, Nálatok Mizu, kívánunk jó szórakozást, aztán gyönyörű nyár végét, gyönyörű őszt, sok-sok mosolyt. Köszönöm, hogy itt voltak velünk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.